Ma a 69 évre ezelőtti Doni katasztrófa áldozataira emlékezünk. Megemlékezésünk elején kérem énekeljük a himnuszt.
1866-ban a törökök ellen Magyarország védelmében következett el a katasztrófa. 1943-ban pedig egy olyan ország területén, amelyet mi támadtunk meg. 1942 tavaszán a magyar politikai vezetés már kényszerhelyzetben a németektől való függés miatt küldte frontra a második magyar hadsereget. A Dombanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetén közé tartoznak. A megfelelő fegyverszer, felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezreinek szenvedte, haltak meg este fogságba feleslegesen, a farkasódítóan hideg orosz télben. És még ilyen körülmények között is harcoltak és kitartottak állásaikban. 1943. január 1. napjaiban még nem sejtették a magyarok, hogy mi is vár rájuk. Január 12-én Uribnál megmozdult a vörös hadsereg és törte az ellenség a híd fölét. Reggel 42 fokos hidegben elmélyedve, rendkívül sűrű ködben, jóformán semmit sem látva érte a tüzérségi tűz, az állásokban éppen csak berendezkedett magyar alapegységeket. A csapatok nagyon nehéz körülmények között, maradék erejüket megfeszítve, a nap folyamán helyenként még tartották állásaikat. De az oroszok újabb hullámban törtek előre a harckocsik támogatására. Alig egy órás közteremben az alakulat hét zászlóalja megsemmisült. Estére a 12. hadosztály is szinte teljesen felmosódott. Csak egy éjszakára, Gyógyi Géza versenyt mondott, csak egy éjszakára küldjétek el őket, a kisítőeket, és a harcidőket. Csak egy éjszakára, borzalmas viharba, repülőzúgásba, bombarobbanásba, bakla és puska golyó súlyító zajára. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, hogy megbecsüljétek a idegen küzdőket. Csak egy éjszakára, ki a dombpartjára, amikor a muszka a bombát ukrálja, harcokban megedzett ős baka posztjára. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, hogy lássák meg ők is a koni vidéket, hol a baka áll ők utoló vérnyomában, lehéz pokoltáncban, sorsdöntő csatában, Vörösvárral szemben, győzelmesen, bátran. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, éreznék a tél termesztő időket, belegázolunk itt hóba, térbe, fagyba, nem félünk senkitől, bátran megyünk harcba. Így néz fel otthon a hős magyar honvédra. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, hogy becsülni tudják a fronton küzdőket. S ti, kik áttérsztek a mi nagy munkánkat, küldjetek az Úrhoz kitartó imákat, s nyugodtá teszitek a mi éjszakánkat. A veszteséget és lehetetlen körülmények napján Jáni Gusztáv vezérezredes elrendelte a 7. hadtest visszavonását. A visszavonulók kerülték a letaposott utakat, inkább kényszeres módon vergődtek hátra, mint hogy elkapják őket az úton. Szövetségeseik a németek, fegyvereket, lovakat vettek el erőszakkal a mieinktől. Sebes őkeinket kirugálták a házakból, belőttek a padlással, ahol a magyarok meghúzódtak. A rendkívüli hidegben minden éjszaka
éjségtől végsőkig legyen őt lerongyolódott emberekhez legyújtva halára. A történetírás mai állása szerint hozzávetőlegesen 125-128 ezer főre tehető a második magyar hadsereg egyéves keleti hadszintéri tevékenysége során elesett, megsebesült és fogságra esett honvédek és munkaszolgálatosok számára. Közülük 49-50 ezeren estek el, közel ugyanennyien sebesültek meg. A szovjet rádió hivatalos jelentésére támaszkodva 28 ezerre tehető azok száma, akikre hosszú és kegyetlen hadifogó évek vártak, s akik közül csak nagyon kevesen térhettek haza. A Dunán harcoló magyar katonák kivétel nélkül teljesítették kötelességüket, utolsó pillanatig kitartottak, helytálltak a sokszoros túlerő ellen akkor is, amikor szövetségeseik már rég visszavonultak. Hősök voltak valamennyien. Most az örök béke állnak Oroszország, valahol Oroszországban. Thank you.
Máskor meg, ha vizet tettem fölmelegedni,
férfi munkájára is rám vár. Nem hittem az időnek, bíztam, hogy egyszer majd bekopog az ajtón. Látod, Mariska, visszajöttem hozzá. Megvettem ezt a házat, be is rendeztem, és vártam, vártam. Néha arra gondoltam, legalább egy fia lenne tőle. Miért nekem lett ilyen szerencsétlen az életem? Miért neked kell egyedül élned ebben a világban, bármilyen? Senki sem felelte meg a kérdésekben. Miért? Kinek kellett ez a vállalkozó? Megállapodtam még azt is, aki először esett a puskára. Gyenge igazon csak az volt, hogy testvérem hazajött, éppen egészségesen. Akkor már 15 év telt el azóta, hogy véget ért a háború. Neki véget ért. Nekem. De egy este bekopogott hozzá Gál, az akkori DSZ-elnök, meg a harmad bácsi. Hívültek, hámultak, aztán csak kidobta a harmad bácsi. Nagyon egyedül vagyta Mariska. Nem lenne jobb temény közöttünk. Ezen a márciusi estén én aláírtam azt a nyilatkozatot a felültésről. Milyen lesz majd ez a másik életem? Volt benne rész, mit fogadjam? Elszoktam már a közösködéstől ebben az én nagyobbányomban. De kint a konfliktusról, ahogy elkezdtük volna a kapálást, Péter János, tényleg a Péter Dulányi maguk közé lettem. Csak úgy, mint a sajátokban, Mariskám. Amikor hazafelé indultunk, éreztem, maguk közé számítanak. Ha viszi, ha nem, sírjuk. Január 1-ben tagadkoztak az Egyesült Előbb Bolgónövelőjében, 95 kisjószágot adtak a kezembe, bizonyos alapján. Ugye megérjük, hogy én akkor, amikor 1960. márciusában oda tettem a nevet arra a belépési iratra, pont azután állítottam ezt a kőkeresztet az udvarra. Ráváztattam. Szeretett férjem végére. Nekem akkor de amíg meg nem halott, egyet szeretnék megtudni. Ha meghalt, hol temették? Volt aki mutatott neki a tisztességet. Adi Erde, imádság háború után. Uram, háborúból jövök én. Mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal és magammal, hiszen te vagy a béke. Nézd, tüzes dagadat a szívem, s nincs, ami nyugtot adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Ne lecsukottak bús nagy szemeim számára a világnak, nincs már nekik látnivalójuk, csak téged, téged látnak. Két rohanó lábon egykoron térdig gázolt a vérben, és most nézd, Uram, nincs nekem lábam, csak térdem van, csak térdem. Nem harcolok és nem csókolok, kiszállt már az ajkam, s száraz karó a két karom már. Uram, nézd végig rajta. Uram, láss meg te is engemet, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke. Thank you.
imádkozni hallottam őket. Mindenható örök Isten, alázattal gurulunk Szent Bőséged elé, hogy a harc szeretetre esett hős testvéreinkért tudjunk. Te láttad küzdelmüket a oldalmukat, szenvedésüket és vérgyulladását. Irgalmazd neki, és adj megnyugvást az örök békesség vonában. Kegyelmedre ajánlom őket, Urunk Istenünk, ismerd őket teremtményeidet maradéknak. Ne emlékezz védkeiket, de örvendeztesd meg mindnyájukat szent színűt látásában. Isteni megváltom, Jézus Krisztus, a te mondásod ez. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét vagy a testvéreiért. Akikért most imádkozunk, nem kímélték magukat. Életüket áldozták értünk, a mi épségünkért, testvérelmi javaikért. Tekints rájuk egyesen, és részesítsd őket keresztalálló végtelen érdemében. Nekünk pedig ad, hogy a drága vérrel megszerzett és megvédett hazát odaadóan és önkárhozóan szeressük. Érte dolgozni, meg ne szűnünk. Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelesség teljesítés a hősies áldozat hozatal szellene áradjon rá. Add csüggedetlen szívet, hogy a harcszereken elesett honfitársai nyomában magyar hazánkért mindent megtegyünk, törvényeid és tanításod szerint éljünk, dicsőségedre és ennek társadalmára. Amen. Mi atyának, az Köszönöm.
Kovács Flórián, Kovács József, Körfélyes István Andrét, 1943. Máté Éva, 1944, Rót János Honvéd,